Ülésezett a Város Oktatási és Szociális Bizottsága szerdán délelőtt. A testület szavazott a Szent Márton Városa Jóléti Alapítvány tavalyi működési beszámolójáról, és támogatták az ELTE Bolyai Gimnáziumának tervezett fejlesztését. Eszerint az önkormányzat 200 millió forintot biztosít az iskola építési engedély köteles beruházásaihoz egy nagyobb, 400 milliós fejlesztés részeként. Ebből bővülhet a könyvtár, multifunkciós helyiség és új tantermek létesülnének. A bizottság szavazott a Kőrösi óvoda vezetői pályázatának szövegéről, és javasolta a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való újbóli csatlakozást is. A tagok elfogadásra javasolták a másnapi közgyűlésnek több iskolai óvodai ünnepség és verseny támogatását. Délután a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagjai ültek a tanácskozóasztalhoz. Az Oktatási Bizottsághoz hasonlóan ők is egyetértettek abban, hogy a város támogassa a Bolyai iskola fejlesztését. Egyhangulag fogadták el a népszavazási rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést, az alapítványok beszámolóit, a polgármesteri hivatal törvényességi és hatósági munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót, és jóváhagyták a Kolozsvár utcai labdarúgó pálya ingyenes használatba adását. Nem váltott ki vitát az önkormányzat, illetve a város gazdasági társaságai tulajdonában lévő megyeszékhelyen kívüli ingatlanokról szóló beszámoló. Áttekintették a felnőtt képzés helyzetét, valamint megvizsgálták az önkormányzati fenntartásban működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben tapasztalható létszám ingadozás okait is.